Üdvözlőjük kedves nézőinket a kifőzte soron következő műsorán. Itt vagyunk a Bambusz étteremben, a Nyíregyházi Állatpark első emeletén, és nem megszokott társam Gyuszi áll mellettem, hanem Molnár Zoltán leendő szakács urunk, aki második éve tanul nálunk, és nagy kedvet érezne arra, hogy megmutatná magát a világ előtt. Úgyhogy, ha egy kicsit nem folyékony lenne esetleg a beszéde, vagy lámpalázos lenne, nem kell érte haragudni, még minden tanul. Amit ma készítünk, az nem más, mint egy fogasfilé posírozva, tehát forró vízbe fogjuk 4-5 percig, nem lobogó vízben. Ezt már feltettük főni. Ehhez fogunk készíteni egy tejszínes gombás zeller mártás némi kaporral. Tehát a víz felfőtt, illetve felfort, innentől kezdve lejjebb vesszük, és akkor csak a Zoltán nagyon feszül. Teszünk bele kiskanál sót. Addig megkérném Zoltánt, hogy a zellerszárat egy ilyen 5 centis darabokra felvágod, és utána felvágod szépen metélte, jó? Rendben. Tehát beletettem a sót, 2 darab friss babérlevelet, ez saját termés, ez innen származik lentről az étteremből. Teszünk bele, várjunk, ne dolgozzunk nagyon keresztbe. A paprika lassan leesik. Egy fél citromlevét fogom belecsavarni. És eleve már ezektől az anyagoktól egy kellemes kis savas hatást fogunk elérni. Picit szokatlan, de higgyék el, nem mondunk hülyeséget. Egy gereszt tisztított fokhagymát teszek bele, és hagyjuk ezt körülbelül egy olyan jó 3-4 percig, összeforraljuk úgymond. Addig szépen a fogast felvágom adagra. Hát most ez kicsit pocséklásnak fog tűnni, de ezt muszáj így daraboljam. Tehát egy adag, és ehhez körülbelül vágunk egy második. Fiúk is éhesek, akkor legyen 3 adag. Jó van, rábeszéltek meg. Jó, csinálom. Alakul, drága, alakul. Lesz belőled valami, ahogy szokták mondani. Igen. Így van. Megvan a 3 darab halfilém, aminek a másik oldala bőrös. És ezt szépen egy pici sóval megpergetem, bár a főzővizében is van. És hagyom állni, illetve teszünk rá egy nagyon pici citromlevet is. Amíg a Zoltán összevágja a zellert, addig pici olívóolajat teszünk a serpenyőbe is, nem túl erős lángba állítva, szépen felhevítjük. A posírozáshoz egyébként még szükségünk lesz egy ilyen lapátkanára, aminek segítségével bele fogjuk helyezni, illetve a végén ki fogjuk venni a párló folyadékból. A posírozás mit jelent? Posírozás mit jelent? Hát fűszeres lében való, 4-5 percig való főzés. Kétszer mondtam a valót, hogy az egyiket majd kivágják, jó? Ez a posírozás. A lényeg az, hogy ízes legyen az a folyadék, amiben ezt bármilyen hús bele lehet tenni. Mi most kimondottan halat fogunk dolgozni, és ne főzzük nagy hőfokon, ne főzzük sokáig. Tehát nekünk nem az a lényeg, mint amikor főzünk egy halalaplevet, és utána visszaforraljuk benne a halat, és csinálunk belőle paprikást vagy pörköltöt, hanem az a lényeg, hogy ez egy puha, kicsit szivacsos szerkezetű üde hús maradjon. Legjobb bele, főleg ha friss halból tudsz dolgozni, illetve friss húsokat tudsz alkalmazni. Na, Zoltán, ugye most nem akarok beleszólni, tudod, de azért ilyenek nem maradnak a metéltevágásnál. És akár el is vihetem egy részét. Úgy szeretném ellopogatni, jó? Mert menet közben azért, mint halljuk, elindultunk. Jó, akkor most egy kis gombát kellene vágnod gyorsan. Ezt a párszárat még ne hagyd itt, jó? Úgy kicsit intenzívebben tudod a mozgással.
Nem mondom a márkáját az italnak, de ez egy száraz fehér bor, így teszem le. És egy ilyen nagyon különleges, nem is olyan régen fedeztük fel, hogy... Figyelj, hogy van bedugva! Üveggel. Az üveget üveggel zárják le, és tesznek rá egy ilyen pici kis tartó gumigyűrűt. Na, még ilyet se bontottunk. Majd mielőtt beletennénk a halat a posírozóvízbe, még ezzel fogjuk feljavítani. És akkor szépen pirul a zellerszáru. Ugye nem összekeverendő a zellerrel, abból majd... Mi a különbség a kettő között? Még az egyik a földben van, a másik egy teljesen más. Ezt hogy hívják? Úgyhogy halványító zeller. Na jó, most jó, megkérdeztem és megválaszoltam Zoltán helyett, de majd itt fogok kérdezni, arrébb állok, és akkor itt fogok válaszolni. Jó? Ja. Ellophatom azt is, Zoltán? Persze. És akkor a gombát pedig úgy kérném, hogy félbe, és utána pedig háromba. Jó? Ja. Tehát ilyen kis cikk sajtokat kérnék belőle, jó? Ezt még nem fűszerezünk, nem ízesítjük semmivel, megvárjuk a gombát. Na, és akkor, ha meg tudjuk mutatni, már pedig le miért ne tudnánk megmutatni, ezzel a fakanállal szépen belenyúlok, és mikor a babérlevelem elkezd egy kicsit puhulni, illetve sárgulni visszafele, innentől kezdve tudjuk, hogy a fűszeres kivonatom, a levem körülbelül elkészült, és innentől számított 5 perc lesz. Úgyhogy szépen egyesével a halfiléket beletesszük ebbe a posírozó fűszeres lébe. És 5 percünk van elkészíteni a ragut hozzá. Szerintem annyi idő alatt meg lesz. Még egy picit, még egy 2 darabot kérnék. Utána van ott egy csipet kapor, amit össze kellene még hasítani. Lophatom? Persze. Te akkor nem vágod el az ujjamat addig, igaz? Nem. Nagyon helyes. Megpróbálom nem elvágni. Megpróbálom nem elvágni. És ha megpróbálnád, akkor mit kaphatnál? Hát, azt inkább nem mondom. Inkább nem mondom. Jó van, Zoltán. Egy pici só és citromfű keverékével megszóltam. Azt kell még finomra összevágni. Tejszínes mártásunkat, amit készítünk. Kicsit megízesítjük vele. És akkor most jön a kollega kedvence, egy csipet só, annyi, hogy ezt most kanállal mérem. Hagyjuk meg a frissességét. Az jó, és annak körülbelül a felét kérném ide, Zoltán, jó? Amennyiben lehetséges. Jó? Egy kicsit hevesebbre vesszük. A halnak idő kell, nem tudom, a halat meg tudjuk mutatni közelről pár. És annyit emel, lopok egy picit, lehet látni, hogy szépen elkezd fehéredni a halunk. Még nem nyúlok hozzá, mert még biztosan nyers, úgyhogy békén hagyjuk. Ehhez mit fogunk adni, Zoltán? Ez is. Fejszín. De mikor? Amikor lepirult. Illetve a gomba egy picit, így nagyon jó, gomba egy picit a levét elenged, és azon visszapirult, akkor lesz kész is. Tálalás szempontjából én egy fekete tányért fogok rá választani. Azt nyugodtan addig letörölheted, van a kis csészen is, csak abban visszarakhatod. Annak semmi gondja nem lesz. Illetve ezt meg tudnád mondani, hogy mi ez? Ha nem sóska, akkor... Babéle. Akkor faraj. Babélevér itt van. Akkor fa. Nagyon jó. Ezzel fogjuk még frissebbé tenni az ételünket. Én már elhasználnám a tejszínt, míg tölt egy pici rendet rak, jó? Szépen felengedem. És hagyom főni. Megkavargatom. Hát ez nem kárászból készül, nem keszekből. Hát ez nem olyan, mint amikor elmész forgászni. Ott azt is el lehet készíteni. Mit szoktál belőle készíteni, Zoltán? Kárászból, keszekből? Vagy esetleg kirántani. Csak rántani. Ez a biztos, látod, drága. Jó megsüti a magyar halak, mindegyiknek egyforma íze legyen. Bizony. Így van? És a szerinted jó? Hát nem. Nem, mert unalmas. Unalmas? Egy idő után unalmas, mindig ugyanazt a halat, mindig ugyanúgy elkészítve. Persze. Paprikás lisztbe, vagy rántani? Igen.
És másképp nem is próbáltad még? Halászlébe. Halászlébe, esetleg. Nagyon jó. Hát akkor most kapsz még egy ötletet ebből a kis zelleres, kapros, gombás ragúval, és akkor már nincs több hátra, mint körülbelül jó 3 perc még beforralódik a mártásunk, és utána tudunk tálalni. Mit felejtettünk el, Zoltán? Nem inni, meg fröccsöt, meg nem. Azt nem mondhatjuk. Pici fehér bort elfelejtettünk beleönteni. Jó. Ez nyugodtan forralódik, ne izguljál, Zoltán. Hogy díszítenéd a halat? Kérdésem van. Halhoz mi illik? Citrom. Citrom. Van citrom ott abban a kis kosárkában? Persze. Egy szeletet levágsz, vagy egy gerezdet, vagy ahogy te szeretnéd. Hogy képzelnéd el? Szeletbe vagy gerezdbe a díszítést hozzá? Ámold meg. Lepjél meg vele. Becsukom addig. Szemem. Elfordulok. Ja, nincs nálam kötszer, szólok. Jó. Rendben. Jó. Felveszem a halat, és most már újra leellenőrzöm, hogy elkészült-e. Egy nem túlságosan. Maradjunk annyiba, hogy tálalhatóvá vált a halunk. És ha szeretnéd még megvágni, hogy meghajtani, vagy... Meghajtani. Jó. De ne vágd el az ujjadat, jó, Zoltán? Megpróbálom nem elvágni az ujjadat? Én is. És akkor... Tálaljunk. Bocsáss meg, hogy megnézem. És ezt hogy fogod rátenni? Elhajtod úgy. Jó. Csak azért, hogy tálalja. Vagy tálaljunk? Tányérba vagy hosszú téglába? Mi a fehérre tálalunk, látványba ez igen, jobb. Igen, fekete jobb. Jó. Akkor elzárom a készüléket. És akkor mit felejtettünk el? Paraj. Az majd megy a végénre. Mit felejtettünk el? Íz. Megkóstolni. Nagyon jó. Van kóstolókanalunk is itt ebbe a fiókba. Bekészíti Gyuszi bácsi. Elég, ha én kóstolok, jó? Jó. Te megbízol bennem? Muszáj. Meg. Muszáj megbízál bennem, mert erre szokták azt mondani, hogy jó. És akkor kitesszük szépen a zelleres ragút. Azt majd kérnék egy papírt tőlük, jó, mert sikerült lecsorgatnom. Kivesszük a posírozott halat. Egy másodperc. Megtöröd a tányér szélét. Addig egy másik tányérra kitesszük a másik 2 halat, ugyanis ha elkészült, akkor már ne főjön tovább. Tehát teljesen látszik, hogy tányér fehér a halacskánk. Tessék, nem igazán hófehér, mert a hó az nem ilyen fehér. És akkor hova tennéd a citromot? Én a hal tetejére tenném. Szépen. Látod? És akkor most. Semmi baj. Most ezt elfelezzük. Ezzel megint tudunk csalni egy picit, jó. Így is rátehetjük. És akkor a friss, mosott... Paraja. Egy pár darabot rakhatunk hozzá, jó? Tessék! És akkor elkészült a posírozott halunk zellelszárral, kapros gombamártással. Az elkészült ételhez jó étvágyat kívánunk. Viszontlátásra! Viszontlátásra!